Sziasztok! Jöjjön egy unboxing, egy ETA 10 g pontos digitális kávémérleg, ékszermérleg, nevezzétek, aminek akarjátok. A kiejthetetlen számú. ETA 87779, karika, 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 karika. Na ez a típusa, hogyha ez titeket vigasztal. Igaz, hogy letagadták, hogy van, meg igaz, hogy nem mérleget akartam, hanem termopoharat, de hát az nem volt, ez viszont így megtetszett. És van benne elem. Mondjuk egy elég érdekes, ez így ennyi, hogy ez így ki volt nyitva, meg így, ez oda volt dobva. Lehet, hogy valaki ott használták, nem tudom. Igazából fogalmatlan vagyok. Na, szóval azt akarom megmutatni, hogy egy ilyen elem van benne, hogy ez így benn van így, érted? Hogy nem külön, hanem így. Hogy ezt is valaki biztos, hogy ott mókulta, vagy használta. Ez a média márka úgy is. Mondjuk rajt van még itt a cullang. Hát így néz ki, valahogy biztos be lehet kapcsolni. Aha, hi coffee, szia kávé. Szóval az a jó, hogy ez egy 10 grammos mérleg, most át kéne gramra állítani talán, nem? Mi ez az óz? Nem óz vagyok én. Unitja ott az egység, na, szóval gramba mondjad, és itt nagyon sokféle dolgot tud, azt majd egyszer kinyomozom, hogy mit. Én igazából arra vagyok kíváncsi, ha most már végre egyszer tényleg 7 grammot darálok, akkor mi történik. De most akkor megnézhetjük már a daráló is mennyit darál. Na most ezt ha én kitarázom elméletileg nullára, akkor amit most beledarál a két csészénél, az így rögtön látszik is, hogy hány gramm. Ugye ha két csésze, az elméletileg 14 grammot kéne neki darálni. Lehet, hogy kifogyott a kávé megint mi. Szóval most csak a 14x2, az 28-at kéne mutatnia. Oh, francokat, 14-et, mondja 2x7-et. Ez úgy majdnem stimmel is. Szóval a daráló az jó, vagy nem? Mert 6 egész... Mennyit darál? Most még egyszer nem fogunk darálni ennyit. A lényeg az, hogy most végre egyszer ez ráfér. Oké, ez volt az egyik kérdés. Amire nem tudtak ott választ adni, hogyha már kávé és mérlek, hogy ráfér ez a kar. Ez lenne a legfontosabb, de az is ráfér, úgyhogy nagyon prímán vagyunk. Végre csináljunk egy olyan eszpresszót, ami 7 grammból készül. Tegyük rá ezt a kanalat, erre is kíváncsi vagyok, hogy akkor az mennyi, kinullázzuk. Jó, és akkor most amivel eddig én dolgoztam, az a 7 gramm, megpróbálom ide a kanálba belemerni. Megfordultunk, ugye, hogy ne lehessen támasztani a telefon. Valahogy így szoktam. A 7 grammot. Na ugye, hogy ez egy 7 grammos kanál. Na, ráhelyezzük. Hát ez 6,3. A kapás úgy kezdődik, hogy ha a mérleg nem csal, akkor ez 6,3, akkor most hol az igazság? Ugye? Menjünk neki még egy kicsit, még tegyünk rá még arra, hogy még meglegyen a 7 grammunk. Akkor végre főzzünk egy 7 grammos. Ez még csak 6,6. Szóval azért annyira nem igaz, hogy ez 6,8. Ez már 7,3. Ugye, hogy itt most vagy a mérleg, vagy én, szóval... Ha? Most meg nem érzed? Érzed, nem érzed? És még egyre kíváncsi vagyok, ha leveszem rá, teszem, mi változik. 6,8. Elméletileg jót mér, 6,9. De azért 10 grammra pontosan vagyunk. Csináljuk meg azt, mert úgyis itt mellé fogok önteni, hogy kitorázzuk ezzel, és ebbe beletesszük. Nulla. Mi történik, hogyha beletesszük a 7 grammot, hogy mutatja a 7 grammot, ami most még mindig itt van nálunk. Hopp. Nes mellé. Itt már 7,1, szóval ezt azért felfoghatjuk a 6,9-ből, itt lehet 7,1, szóval a tara meg a izé, hogy itt úgy csal a mérleg, ott úgy csal a mérleg. De ez most azért egy elég pontosan sikerült 7 grammos eszpresszó lesz. De hát ez ugye a mérlegnek a tesztje főleg. Na mindjárt ezt lefőzzük, hogy milyen lesz. Kicsit rakjunk rendet. Hoho, most majdnem lelögtem a halál pontosan nagy nehezen kimért kávénkat. Eloszlatjuk, ugye be van kapcsolva a gép, víz van benne. Egyenletesen eloszlatom, amennyire lehet. Ha már ilyen pontosak vagyunk. Hú, de pontos! Ahogy elő van írva, jó sikerült tamperelés, ahhoz képest, hogy ez milyen egy műanyag maszat. És... Na, cukorral meg
kávé krémpóra a szeletem. Azt így előre belekészítem, mert ugyan a legmagasabb hőmérsékleten vagyunk, mégis kicsit hideg ez a kávé. Azért akartam egy dupla falu poharat, illetve kettőt, ami pici, hogy ide fél. Toljuk ezt a kávét. Mondjuk egész jó sikerült. Egyszerre indul el. Hát itt kéne egy feneketlen kosár tartó, ugye, ahol látszik, hogy hogy indul el a kávé. Az jó néz ki. Mindjárt is kóstoljuk. Az egy stílszerű a póló, ugye, hogyha elolvasod. Kávé. Víz előtte, víz utána. Na, meglátjuk, hogy milyen a 7 grammos. Alá pontosan 7 grammos. És már úgy talán felolvadt a cukor meg a kávékrémpor. Ez lavazza kréma aroma. Nekem a kedvencem. Ebből jót főzött így a kevesebb, mint 7 grammal is. Na, mindjárt meglátjuk, hogy milyen lett a zacs fogácsa. Nagy kanalat ki kéne innét tenni, vagy nem tudom. Oj, oda van a kávénak egy része. Nem akar feloldani. Na, ezért akarok én dupla falu poharat, de nincs az a hőmérséklet, ami nekem elég lenne. Vagy föl kéne forrósítani a poharat, mert benne áll még a cukor, meg a kávékrémpor az aljában. Na, az de rónyi. Mondjuk az tényleg, hogy bitang finom lett. Most lehet, hogy ennyire számít ez a 7 gram. Az illata is jó. Szóval a kanál nem teljesen síkra az a 7 gram, ha nincs mérlegetek. A frissen dorált kávéból. De lehet, hogy egy ilyen bezacskózottból meg több lesz. Szóval ugye attól függ, hogy mennyire van összesűrűsödve a kávé, amit merítesz. Hát ez nagyon finom volt. Nézzük meg azt az accot. Itt van. Ilyen szép volt az acc pogácsa. Szóval látszik, hogy nincs mellette leak, szóval sikerült a tamperelés is. Úgyhogy számít. Nem volt, habár ott talán volt egy kis, nem, ott se. Nagyon jó lett. Lényege az, amit akarok mondani, hogy szükségetek van, ha jó kávét akartok a pontos 7 g-ra, ahhoz pedig ez a mérleg megfelelő. Iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről, sziasztok!